Akkor a kezem mellette. A tengerparton találtam. Mit gondoltok, hogy ez minek a mie? Meg vagyok a mai clean-up-val. A felét csináltam most csak meg, mert dél lett közben. Ez az a fele, amit el se kezdtem még. És akkor innen a kaputól szoktam indulni balra. Hát ez az a fele, amivel most kvázi kész vagyok. Hát ez is megint egy óra volt minimum. Azt akarom gondolni, hogy ma egy kicsit kevesebb volt, és hogyha holnap megcsinálom, akkor megint egy kicsit kevesebb lesz. Végülis szerintem logikus az, hogy amit a hullámok bevisznek, azt ki is hozzák, tehát hogyha itt van hagyva, akkor miért menne el? Jó, nyilván lehet, hogy egy része elmegy valahogy máshova, ahogy ide is ide jött, mert állítólag nem itt van a szennyezés, hanem Temában és Akrában, ahol a kikötők vannak. De a lényeg az az, hogy már megint olyan érzés, mintha a kis előkertemet feltakarítottam volna, és akkor most jön a jól megérdemelt nyugágyazás. Direkt úgy tettem fel, hogy a kókuszdió nehogy a fejemre essen, amíg benne alszom. Ez reális félelem, vagy ezekkel a fehéreket ijeszgetik mindenhol? Jól érzem itt magam. Nyugis, meleg. Futni nem voltam még ma. Azt hiszem, hogy ahhoz szintén meg kéne várnom, hogy lejjebb menjen a nap. Úgyhogy addig azt hiszem dolgozok egy kicsit a gépen, miután pihentem egyet. Hogyha végignézted ezt a videót, akkor tedd a függőágy emojit, vagy smiley-t, ahogy én szeretem mondani. És iratkozz el föl, mert akkor láthatsz még több ilyen pálmafát, és nyugágyat, és tengerpartot, és beach clean-upot, és hogyha az értesítések nincsenek bekapcsolva, akkor nem fogod látni, hogyha új videó jön, és akkor meg minek passzalak! Puszilek titeket, és találkozunk a következő mozgóképpen!